Negyedik alkalommal szervezik meg a Mesterfutam ügyfélszolgálatok rangadóját, ami ő még 2022-ben nyerte el a rendezés jogát. A versenyen 5 csapat vesz részt, akiket 4 tagú szakmai zsűri értékel majd. A verseny célja az ügyfélszolgálati szakemberek elméleti és gyakorlati felkészültségének megmérettetése, valamint hivatás szeretetének és szakmai elkötelezettségének erősítése. Az Aurora Hotel konferenciatermében rendezik meg a soron következő Mesterfutam ügyfélszolgálatok rangadóját. Az ügyfélszolgálati munkatársak versenye egy gyakorlati és egy elméleti részből áll. A harmadik alkalommal vagyok itt, 2 alkalommal leginkább élőztem. Most ezt egy nagyon kedves, nagyon-nagyon okos fiatal kolléganő fogja tenni, én pedig a levélírásba és a tesztfeladatoknál teszem oda magam. A Mihő már nem először vesz részt szervezőként az eseményen. Eddig 2 alkalommal kapott első díjat, és az ezzel járó jogot is elnyerte a rangadó megrendezésére. Itt ugye nyilván lesz első helyezett, második helyezett, kapnak díjat a versenyzők, de mi úgy gondoljuk, hogy az igazi győztes az maga a fogyasztó, a felhasználó, aki ezeken az ügyfélszolgálatokon megjelenik, hiszen ezen alapján, a verseny alapján egy jóval felkészültebb kollégával találkoznak. Idén a debreceni, a kecskeméti hőszolgáltató, a budapesti távhőszolgáltató, a pécsi távfűtő, valamint a tatabányai szolgáltató ügyfélszolgálatának csapata méri össze tudását Miskolcon. Egy rendkívül nehéz és nagy megmérettetés ez a résztvevők számára, hiszen itt egymás előtt és egymás ellen mérettettek meg szakmaiságukban, tudásukban, felkészültségükben, és hát azért ez egy nem könnyű feladat, ezért különösen hálás vagyok nekik, hogy évről évre, vagy most már 2 évről 2 évre átlépve saját árnyékukat neveznek erre a versenyre. Veres Pál Miskolc polgármestere kiemelte, nehéz feladat hárul az ügyfélszolgálati munkatársakra. Nagyon fontos az, hogy azok a szakértő munkatársak, akik az ügyfelekkel találkoznak, felkészültek legyenek szakmailag, de ugyanakkor empátia, hozzáértés, nagy figyelem kell, hogy jellemezze őket, hiszen sokszor kell segíteni abban, hogy egy-egy ügyfél sokszor szélsőséges vagy extra ügyét is meg kell oldani. A 2 napos eseményen a versenyfeladatok mellett szakmai előadások és kerekasztal beszélgetések is lesznek. Az ismeretek bővítése mellett az ügyfelek magasabb szintű kiszolgálása is a célok között szerepel.